Hello mindenkit, viccelek és az UVF, azaz unatkoztam, videóztam, feltettem. És most pedig, mint már ígértem is, ebben a gameplayben a lovatlan fejetlen lovas felvevőjével fogok hadonászni. Pontosabban most ezzel fogok valószínűleg játszani. Majd kiderül, hogy mennyire leszek képes. Tehát ez úgy arról fog szólni, hogy az embereket ezzel a karral fogom megölni. Esetleg az én épületeket fogom csak majd fegyverrel, úgyhogy tényleg szétlövöm vagy valami. Ennek ugye ilyenkor az a hátrány, hogy ilyenkor sokszor kell hazaugrálni HP-ért, mert ugye egy-egy lövéstől is akár meghalhatok, és ott, ahol van ugye a lőszer, ott a jobb alsó sarokba írva, hogy még mennyi lőszerem van, mellette ott ír, hogy hány tapadóbomba van a földön, a fölött van egy olyan, hogy fejek, egy. És ez a fegyver, akárcsak az egyetlen, vagy hát attól függ, hogy ismeritek el azt a fegyver, az a képessége, hogy a levágott fejeket számolja. Na most fejet úgy kell levágni, hogy megölsz egy embert, és ennyi. Hopp, ez itt szerintem észrevett, igen, sajnos. Most viszont menekülni kell. Tehát amikor megölök valakit, akkor annak megkapom a fejét, és ugye fejet kapok, akkor olyankor töltődik a HP-m, és gyorsabb leszek. És minden egyes levágott fejnél azt hiszem 15 HP-val lesz több a maximum HP-m. És 210 azt hiszem a legfeljebb, ami lehet HP. És ugye a gyorsaság pedig hát mindig gyorsabb lesz, de most azt hiszem lebuktam. Most valószínűleg meg fognak ölni. Nem, ez az. Egyébként ilyenkor azért rohangálok mindig haza HP-ért, mert ugye meg kellene őrizni a fejeket. Hopp, ott egy épület. Erre mondtam azt, hogy ezt így fegyverre fogom, de most az a baj, észrevett, és most menni kellene inkább haza. Ja, és igen, hát sajnos nem könnyítik meg a dolgomat annyi, hogy legalább lenne egy medik, aki segítene. Úgyhogy most nekem kell mindig HP-ért hazarohangálni. Most kicsit felhangosítottam a játékot, mert a zenének végre vége. Igen, ez az irritáló zene. Ez nem volt kém. Ez se? Nem. És hát igen, minden fontos dolgot elmondtam, még talán annyi. Hova lettek a bombáim? Ja, ott voltak. Még annyi talán, hogy ez ugye Mario Kart nevű pálya. És valami külföldi szerver. Meg lesen némítottam az embereket, de hát nem mikrofonoztak, úgyhogy nem volt annyira szükség erre, hogy lenémítsam, hogyha majd mikrofonoznak, akkor majd lenémítom őket, és ennyi. Szóval igen, külföldiek, és ja, ennyi. Azt ott le kellene vágni. Ajaj! Ez egy sniper, azt hiszem, aki észrevehetett. Ja, az volt. Sőt, nem is egy, hanem három kezdőhelyen. Ez meg még kettő a spawnnál. Ja, egyébként megszereztem a serpenyőt is, úgyhogy lehet serpenyőzni is fogok, bár az nem tudom mennyire erős. Eddig ezt teszteltem, mert csak általában 2-3 ütésből megbírom ölni az ellenséget, úgyhogy viszonylag még jó is. Viszont itt van valahol egy ilyen sentry, nem? De itt van valahol egy sentry, azt inkább szétlőném már. Ja, itt. Na, ennyi. Most viszont tényleg oda egy csomó HP, úgyhogy inkább mennék haza lőszerért meg HP-ért. Hát igen, sajnos nincs egy normális medik se, sőt, alapból sincsen egy medik se, aki legalább hílelne. Ott nem volt valaki? Na mindegy, inkább most megyek először is. Fel a háztetőre. Ez túl magas lett, akkor inkább rögtön ide is ugranék. Szia. Most még húzás van, mert hallom, hogy lőnek rám, ja. Ezek velem vannak, akkor nem fognak rám lőni. Na már is van egy darab fejem. Egyébként tegnap, amikor teszteltem ezt az egész dolgot, olyankor általában ilyen 10-11 fejeket gyűjtöttem össze úgy átlagba. Na most jól ugrottam, most nem vesz le HP-t. Ott egy sniper, aki most pont észrevett, jajaj. Most mit csináljuk, tudja, hogy itt vagyok. Hát... Olyan, hú, ott is van egy. Ajaj. Nem már, már megint hárman. Kettő sniper, meg ott volt még egy, nem tudom most, az nem tudom már mi volt, de egy mérnök is ott volt, azt hiszem. Ez nem spy? De hogy nem? Majd tudtam. Na itt egy mérnök. Úgy van, menjél be te is, úgy van, nagyon-nagyon ügyes vagy. Na. Az a baj, hogy itt most az egész ellenséges csapat, az tök hülye. Kempel egyfolytában, azt annyi. Kezdőhelyre beépítették egy sentryt, ott esélyem sincs. Oda mennék, kinyílik az ajtó, azt már is meghalok. Látjátok? Ennyi értelme van ennek, hogy az egésznek. Lehet, mindjárt inkább át is állok pirosba, azt nem tudom, inkább megölöm a kékeket, mert hát
Ha legalább bírok legalább hadonászni is kicsit. Hát de nem már 12-12 van. Én nem bírok átállni. Tényleg ez a sokkal rajtam, ja. Én meg ugye tegnap craftoltam is egy sapkát, ami igazából nem is sapka lett. És arra még nem mondtam egy-két dolgot, de aki látta a videót, az azt hiszem abban már láthatta, hogy elmondtam mennyit ér, meg ilyesmi. Szóval igen, vagyis hogy kettő darab refet mondtam még a videóban, igen, kettő refet, de kiderült, hogy körülbelül kereken egy kulcsot ér az a cuccos, valamint amikor rohanok, ugrálok, stb. Olyankor itt chillingel is, érdekességképpen. Na és most viszont esélye sincsen a csapatomnak. Kicsit feljebb. Úgy, ez az király. Amilyen ügyes voltam. Ott volt egy izé, sniper. Mindjárt majd látjátok, hogy hol. Ott bizony. Most viszont húzás van innen. Mert így esélye sincsen az embernek, hogy ott van egy sentry. Akkor most biztosan be is céloztak, és halott vagyok. Nem, még 10 HP, az még egy... Ja. Nem haltam meg. Jaj, ne. Majdnem oda lett a fejem. Igen, az pont kill. Belövöm azt mondjuk, hogy te elkezd rohangálni, akkor majd úgyis belemegy, ezt meghal. Itt nem volt még az előbb egy... Dede. Ott van még valaki. Mindegy, ilyen ma meghalt. Ez most jól bejött. Itt van mellettem egy demo, mert ne. Ez az. Kettő fej, és már eléggé gyors is vagyok. Jó, most ugrok még egyet. Hát ez nem jött össze. Így ide bekanyarodok, és meg lesz, amikor bírok előjönni. Hogy értelmes legyen. Észrevett a demo, menne! Ja, itt meg egy mérnök is észrevett. Lol, de nagy botok. Úristen, nem bírtak megölni ketten hátulról. Az kemény. Nem fussál már el. Kardozzunk. Ennyi vagy. Lelőni se bírt, láttátok? Vette már elő a fegyverét, és nem bírt egyszerűen lelőni a mekkora nagy láma. És viszont ugrok át. Vagy nem, lehet azt hiszem 4 feje maximum, amit elbír raktározni, vagy tárolni, amit így mondtam. Mármint nem, jó, elbír akármit elbír tárolni, csak azt már nem veszi már be több HP-nak, azt hiszem. Ennyi. Most viszont megint csak menekülni kell. Nem, előtted egy HP. Ez most nagyon-nagyon jól összejött. Ez velünk van, ja. Hopp, ott volt egy demo. Na, ez most sikerült, és most már eléggé gyors is vagyok. Ennél gyorsabb már nem leszek meg, ennél több HP már nem lesz. Ezek viszont is pont killelnek, úgyhogy már megyek is vissza HP-re, hogyha ennyi eszük van. Meg hát én most nem akarom itt a fejemet kockáztatni. Ennyi vagy. Ott szalad a scout, lő össze-vissza, azt nem bír megölni. Most ami túl gyógyított engem ez a cuccos, mint láthatjátok, és a HP-mba. Most már vissza ment már normálisba. Na gyere! Ennyi. Hát jó, most nem biztos, hogy megöltem, lehet, hogy halália volt, de akkor is megkaptam a fejét, azt nekem annyi már elég is. Ne! Most bemért egy, ja, bemért egy sniper. Szívás. Nem baj, ez van. Hát ez most nem túl jó gameplay, azt hiszem. Kocsiban van valaki, de mindegy. Itt is láttam valakit. Aha, ez egy kém volt, hogy tudtam. Kocsiba is még van egyébként egy sniper, azt hiszem. Talán. Ja, ide be is lehet menni. De. Bocs. Ez jól sikerült. Most viszont haza kellene jutni valahogyan. Ja, így jó lesz. Hoppá, itt is. Ez az. Jól van. Egyébként nehezen indult ez a rész, mert hogy eladtam a tapadóbomba ugromat egyik nap, nem tudom már melyik nap, eladtam. És így most ugye nem tudtam valamivel ugrálni.
alaptapadó bombavetővel meg ugye meghalok az ugrásoktól. Úgyhogy előtte szerezni kellett egy ugrót is. Úgyhogy... Így alapból is nehezen indult el ez az egész rész. De azért szerencsére szereztem. Összvíz kevesebb, mint egy recér. És azt elbírom adni majd több, mint egy recér. Ezért nem Spy. De hogy nem, az én nevemmel milyen Spy? Ennyi. Itt van. Itt még él még valahol. Él még. Ott van, itt él. Itt él. Aha, csicska. Úgy van, ennyit érsz. Ennyit ér a Spy. Nem bírt még lelőni se. Ennyi. Ilyen nagy láma. Néha már röhelyes. Direkt rohannak, hogy késeljünk. Alapból a Spy-nak még előnye is van a késülésbe. Erre elkezd lőni rám, és még meg se bírt engem ölni. Kicsit előrébb. Így jó. Jó, hát ez így jó volt. Hoppá, most viszont észrevettek. Nos, nem tudok most mit tenni. El kell őket onnan tessékelni. Most viszont, ott volt egy sniper. Bocs, kell a fejed. Igen. Most viszont egy sentry, azt hiszem nagyon-nagyon lő engem, ja. Ja, meg ez is. Hát ja, most építkeztek. Most viszont kipróbálnám azt hiszem a serpenyőt is. Watch makes me a good demo pun. Na. Így. Egyébként tök ez a serpenyő, mert így a fényben így látszik, hogy még olaj is van benne. Ilyen olaj látszik benne, az a sárga. Aha, ott egy ezért. Aha, már meg is ölt a heavy-t. Ennyi! Ennyi ez az egész. Hát még egy sentryvel sem bírtak engem megölni. Nos, mindjárt újra elindulok, aztán szét is verem azt a sentryt. Vagy nem, inkább talán lövöm. Ja igen, mondjuk itt nem fogok plusz HP-t kapni, plusz gyorsaságot, de nem baj. Alapból viszont több HP-val indulok. Hol van a sentry-e? Hopp, nem mindegy, én inkább ide jövök. Ja, ott van! Ja persze, a tapadó bombám most nem is sebez rajta, akkor ez kár volt. Na mindegy. Nem baj az. Most itt vagyok, itt vagyok a kezdőnél. Így repülök, és ide kellene majd valahogyan. Ott van még olyan a sentry már, de még ott van. Úgy. Ez az. Megy ez. Itt egy sniper. Nem akartam pont ráugrani, mert akkor lebukok. Aha, úgy van. Úgy van, lőjél belém, aztán pedig üssél. Azaz, nagyon-nagyon menő vagy, igen. Jó, nagyon jó. Most viszont ugrok is fel a háztetőre, mert hogy ott raktak már le egy következő szentrit. Ja, az a diszpenzer. Nem mindegy. Ezt viszont itt le akarom ütni. Na ez az, ennyi. Pont nincs meg. Viszont ott van egy diszpenzer, azt hiszem. Nem, már nincs ott. Azt viszont meg kell sorozzam, mert az a túl sem fog engem itt késelni. Azt csak lőni tud. Ja, ott meg sentry. Jól van, így a legjobb, hogy sentry-vel. Akkor megyek megint fel. Hát én visszatértem. Na, hol az a sentry? Anyád! Na már bocsánat. Hol van az a sentry? Hol van az a szó? Ja, ott van a gombán! Ez az. Most viszont már nem maradt HP-m. Most kockáztatni fogok egyet. Még az egy olyat, hogy rá kell ugrani arra a HP-ra. Ez az. Ott is egy HP. Megvan. Ajaj, most itt jön egy scout, azt hiszem. Jó, megmenekültem. Itt is már be vagyunk már mérve amúgy. Red spy in the base. Hogy üsselek már le. Ennyi vagy! Na. Megint itt vagyok. Ott egy demo ment.
Demo mentén kinéztem magamnak. Hú, de szépet kaptam. Öcsém, de nagy vagy már megint, itt rohamozzál nekem. Azt eladtam, ja, azt eladtam, sajnos. Most nem rohamozok. Na jól van. Lehet inkább a lovat nem fejetlen lovas izéjét kell használni, mert ez most jobb. Már nincs is itt. Ott van, ott van. Szóval a sniper kellene bezavarni. Na nem mersz késelni? Ilyen közel jössz és még itt is csak lősz, ennyit érsz. Így is még lecsaptam. Na inkább akkor a felvevőjét. Amúgy tegnap nem is... Mi ez? Biztos. Tegnap... A pázit... Nem. Jó, nem spy. Tegnap, amikor kipróbáltam Mario Kart a magyaroknál, 80 pontot sikerült összeütni ezzel a lovatlan fejetlen lovassal. Pár perc alatt. Úgyhogy... Úgyhogy, ja. Csak most nem megy annyira. Ez az, ennyi, ennyi. Ez itt velünk van, ja. Jól van. Oda sorozok egyet, hogy esetleg jönnének ki, akkor nehezebb legyen kijutniuk. De most ezek hol vannak amúgy? Most mi van itt, hogy alig vannak? Na azért csak kijöttek. Lőjél, öcsém, lőjél, lőjél. Ennyi. Várjunk, legyek egy kicsit sniperrel is azért, mert hát így most olyan uncsi ez a rész, nem? De hát akkor... Még belövök párat, öljetek meg, azt már megyek is sniper, okés. Sniper, de nem ezzel. Most mi van? Sniperrel akartam volna lenni. Ezzel. Ja, nem lehetek sniperrel. Aha, vágom én. Akkor mivel legyek? Pyroval kicsit. Serpenyő az jó. Ja, nézzétek! Ezek a csengők itt így néznek ki rajtam, ilyen kis teljes flakonok, vagy mik ezek. Így néz ki rajtam az a csengő. Nem tudom, lehet-e hallani, de amúgy csilingel. Kicsit csöndben maradok, és hallgassátok meg azt, hogy csilingel. Na szóval, remélem lehetett hallani. Már én nem ezt az embert, hanem a csengőt. Mi volt ennek? Ez volt a neve. Szóval remélem lehetett hallani ezt a csengőt. Mert ez lenne maga az a cucc, amit tegnap összehoztam. Na. Nem akarunk meghalni? De meg akarunk halni. Jó, ez meg így itt van. Ne legyél már itt. Kellene a HP, kell a HP, bum! Egyébként úgy alapból ez a cucc, amit tegnap ilyen craftoltam és most mutattam, az úgy ilyen csengő lenne, ilyen kis jingle belt amúgy a neve, az ilyen kis csengő lenne, csak nekem mivel rainbloverem van, ezért ez ugye pirólátást ad, és ez ilyen, ilyenkor minden ilyen hangulatos, meg minden, és ezért most ilyen teljes dolog ez a izé. De így amúgy még érdekesebb, hogy a tej akkor miért csilingel, szóval. Na mindegy, csak úgy mondom, hogy azért tej, szóval. Ja, ez van. Nekem egyébként baromira tetszik úgy személy szerint. Meg az is tetszett, hogy eltalálnám azt a snipert. Most meg fölé. Most meg elindult. Most meg ezt a mérnököt kellene. Ki csak távolról már itt keménykedni. Most meg megy vissza HP-jét. Ez meg mit laggolt nekem? Hát hova laggolsz, te ember? Jól van. Na ide gyere hozzám, aztán akkor legyek kemény, na. Na gyere már ide, hát ne keménykedjél távolról, na, ennyi. Inkább megölöm magam. Bajom. Na, megöltem magam, és most mivel legyek? Soldierrel. Ja, bár tegnap ugráltam, úgyhogy most mindent átre. Ja, tényleg kaptam egy ilyen új cuccost. Az igaz belény, ezt tegnap találtam. Azt mondom, ezt az egyik néző meg akarja majd venni. Úgyhogy megmutatom neki, hogy milyennek, hogy néz ki. Nem tudom, miért nem a fekete dobozt használtam egyébként. Ez most ide jobb lett volna. Na mindegy. Szóval ez lenne az igaz bölény. Ja, ennyi. Nem több, nem kevesebb. Most viszont... Meg akartam magamat ölni. Amúgy most éppen nem akartam magamat megölni. Meg akartam volna nézni, hogy ott van nekem még, de... Erre meghaltam. Ez tök jó pofa. Azt hiszem van tején csonkítom is, hogyha minden igaz. Együtt a kettő ilyen jó kis lézerfegyver. Ja nem, most nekem nincsen tején csonkítom, azt adtam el pont.
Azt a snipert meg kell ölni, hogy majd megáll. Ne, 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 ne vegyél már észre, léci. Lol, de rossz. Hát én miért nem ezt használom inkább? Adom ezt én Soldierre, hát figyeljétek már. Ha nem úgy megy az, hát ez aztán. Szerintem fekete dobozza a legjobb az az igaz bölény. Ajaj. Beragadtam. Ja, hát jó, hát úgy könnyű, hogy most nem is bírok mozogni. Na. Viszont megindultak, úgyhogy én most váltok is vissza. És akkor vágom tovább a fejeket. Elsőnek kinéztem ezt. Jó, mert az nem jön. Ezek meg itt ugrálnak, hoppá. Na, te lent maradtál? Igen. Te itt lent maradtál. Aha, ennyit értek. Öten lőjetek rám egyszerre. Öten lőjetek rá, ráadásul nem, mint hogyha késelnétek. Nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Na, ugrok most én is ide. Na, mi lesz ebből? Ez jó volt. Ő nem építkezhet le, mert akkor meghalok. Hát jó, most tudom, hogy nem szép dolog lőni meg minden, de nem szabad, hogy leépítkezzen. Meg most kellene például HP-t szednem valahogyan, valahonnan, valamiért. Most úgy szabad elugranom, hogy nem eshetek nagyot, de mégiscsak gyorsabban kell mozognom. Hát gyorsan haza. Jó. Megint oda mentek? Hogyha igen, akkor én is jövök. Ó, jó. Nem estem azért annyira nagyon-nagyon-nagyot. Jaj, meg izért terveztem sniper. Ja, csak az már nem lehettem, akkor azért nem. Jó. Ez ott most megívott valamit. Ah, úgy van, lőjetek már rám hárman, légy szíves. Nem lehetek sniper, ugye? Jaj, nem is ezt akarom, hanem ezt. Nem, ja. Nem. Akkor mi legyek? Ott van! Ja. Akkor mi legyek most? Mivel nem láttatok még engem? Heavyvel, na azzal sosem szoktam. Na most azért megnézem milyen. Most ez miért is jó? Ezt aktiválni kell? Most ilyenkor úgy aktiváltam, ugye? Ja. Eura jó. Ott van. Na. Hát a heavy-t azt pont nem szeretem, főleg amikor egyedül vagyok, aztán ezért nincs is senki segítségem. Most itt megállok, azt megvárom őket. Na, menjünk már. Besorozzak egyet oda? Nem. Kap megyek. Kocsiba ott van valaki, nem? Nem. Aj, nem áros. Minek kell engem lőni? Nem is értem. Ott van, meglett a mini kritje, azt most nem bír engem lőni. Únyáj! Jó, engem most hílel valaki, akkor annak köszönöm szépen. Na most hova mész? Pályrócskám. Ennyit ér a pályról. Ne, elfogyott a lőszerem. Lőszert nekem. Lőszert már, hogyha mondom. Hol van amúgy itt lőszer? Itt egy fegyver, azt hiszem. Nem törmelékek, de azt is ellopja a gyerek. Akkor ehhez kellene itt felugrani. Meg is van. Aha, aha, jól van, jól van. Én is lehetek azzal. Ne félje, én is azzal leszek akkor. Na, ez itt hova visz? Engem arra felé kellene elvinni. Aj, tudtam, még hosszabb is az út. Na, pirosokat kéne most megölni. Itt legyek mondjuk scout. Akkor... Egy megvan. Ez is spy, ugye? Ez is mi a szar, hogy kidob engem a kocsi? Ez nem spy. Ez itt a spy. Megszurkálak, te gyerek? Ennyi vagy, még lelőni se tudsz, ennyi. Na, kijön. Kijön még ide.
kis szurkálásra. Te, jó van, nekem jó. Ne, ne, ne. Ó, jól van. Na most azt hiszem, itt most jön egy kis vágás, és megnézem, mennyi ideje megy már ez a gameplay, úgyhogy egy pillanat, és megvágom. Akkor hát, 25 perce megy. Hát igazából én nem tudom, ennek ezt a gameplayt most úgy nem szeretem annyira, tehát ez nem sikerült annyira jól. De hát inkább feltöltöm, mint hogy megint elmaradjon egy napos gameplay, mint a múltkor. Úgyhogy akkor bocsánat, hogy esetleg tényleg nem volt annyira jó, akinek nem tetszett, az ne nézze, majd lesz majd máskor is, úgyhogy ennyi, tehát hogy igen. De tényleg bocsánat, tehát most jó, nem sikerült annyira tényleg barón, de hát most nem tehetek róla, úgyhogy... Hát igen, most sajnos ez van, most ezt kell megnézni. Úgyhogy akkor köszönöm, hogyha valaki esetleg megnézte, hogyha esetleg valakinek tetszett, bár nem hinném, sokan voltak ilyenek. Na csak ez volt az utolsó halál, úgyhogy én most ezzel búcsúznék is. És hát igen, tényleg nagyon-nagyon sajnálom, de ez nem a legjobb lett, úgyhogy... Akkor én ezzel most én megyek is. És akkor hát, ja, szóval tényleg bocsánat, hogyha nem tetszett. Ez meg nincsen sapka, mi? Ja. Na hát igen. Akkor ez ennyi most a búcsú, úgyhogy sziasztok. Na még egy utolsót azért végére, hogy lássátok, hogy jaj, de jó. És de tényleg akkor, ha tetszett, akkor lájkoljátok, hogyha nem, akkor meg, hát majd a következő majd jobb lesz. Na jó. Na, én most akkor búcsúznék is, sziasztok.